Köszöntöm Önöket, egy fiatal tudóst fogok bemutatni a következő időkben, meg az ő gondolkodásmódját és tudásának egy töredékét ebben a mai műsorban. Egészen lenyűgöző pályafutás áll mögötte, fiatal kora ellenére, nyilván erről is érdemes beszélnünk majd pár mondatot, meg hát a témák, az űrkutatás, egész pontosan az űrkutatásnak egy egészen speciális világa, az űrháború világa, ami egyáltalán nem a csillagok háborúja, csihipui, csillogó és hát hatalmas űreszközökkel megvívott háborújára hasonlatos, bár egészen furcsa módon itt zajlik már most is a fejünk fölött. Hogy miről van szó és hogyan zajlik ez, erről is beszélgetünk majd. A vendéget hadd mutassam be először. Zábori Balázs, 32 éves orvosi fizikus, űrkutatási mérnök. Az Európai űrügynökségnél űrkutatási rendszermérnöki képesítést szerzett. Évtizedes űrkutatási és űripari tapasztalattal rendelkezik az Energiatudományi Kutatóközpont munkatársaként. A kutatóintézet új űrtechnológiai laboratóriumának műszaki tervezője és felelőse. Az Európai űrügynökség magyar delegációjának tagja az emberes űrrepülési és az űrbiztonsági programokban. Az Európai űrügynökség Hold programját felügyelő stratégiai bizottság tagja, a Hunor magyar űrhajós program projektvezetője. Igen, 32 évesen. Hogy csinálod? Hosszú tanulás áll mögöttem, azt kell mondjam. Én a Műszaki Egyetemen kezdtem a pályafutásomat, mint orvosi fizikus, és akkor jött a lehetőség, hogy az Európai Ügynökség oktatási programjába bekapcsolódni. Várj, mit csinál az orvosi fizikus? Az orvosi fizikus az egy speciális terület, egy kicsit keveredik benne a fizika és az orvos biológia. Ha úgy tetszik, ugye az elsődleges feladata az orvosi fizikusnak olyan orvosi eszközöknek a tervezése és ezeknek a megfelelő működésének a garanciája, amit ugye mindennapokban használunk. Most mondok egy példát, CT-berendezés. Ugye a CT-berendezés mindannyian használjuk, az orvosok az eredményei nélkül nem nagyon tudnak bizonyos dolgokat diagnosztizálni a megfelelő hatékonysággal, viszont az, hogy hogyan működik egy CT, hogy kell hatékonyabbá tenni, hogyan kell az embereket megvédeni a káros hatásától, hogy kell végrehajtani, ez már egyfajta fizikusi kérdés tulajdonképpen, hiszen fizikus. Ezt tanultad? Részben. Az űrhajózás, űrkutatás, csillagászat igazán nem is vonzott korábban? De engemet részben érdekelt, hiszen a specializáció, amit végeztem, az egyik irány az magfizika volt, a másik irány az orvosi fizika, és a végén kellett dönteni, és akkor inkább az orvosi fizika érdekelt. Pontosan azért, mert mindig is vonzott egy kicsit az emberes űrrepülés, és ez volt számomra az érdekes, hogy az orvosi fizikának van egy sugárbiológiai része, és ez volt az igazán izgalmas, hogy az a sugárzás, ami az emberi testet éri, az hogy hat ránk. Igen, mély sejtszinten, sőt atomi szinten, ugye mi történik bennünk, és ez engemet érdekelt, hiszen az emberes űrrepülésnek máig az egyik kulcs problémája a kozmikus sugárzás. Amikor Kis Lászlóval beszélgettem pár hónappal ezelőtt, akkor ő pont ezt mondta, hogy a marsutazás voltak éppen technológiailag megvalósítható, csak nem fogják túlélni az utasok a sugárzás miatt. Ez így. Ez ma tényszerűen kimondható, hogy jelenleg itt tartunk? Ez egy nagyon összetett kérdés. Ez sok mindentől függ. Az tény is való, hogy van egy olyan tévhit, ezt szeretném mindenkinek a fejéből kiszedni, a lehetséges, hogy nem fognak emberek a Mars felszínén dolgozni, barlangokban fognak élni, a Mars felszínén rövid időt fognak tölteni. A Marson nagyon erős a sugárzás, nincs olyan védő háló, mint a Földnek, nincs légkör, nincs mágneses mező, ez veszélyes. Viszont az nagyon nem mindegy, hogy mennyi idő alatt jutunk el a Marsra, és jelenleg két opció áll az emberiség előtt. Ugye a Föld és a Mars egymáshoz képesti helyzet a naprendszerben az meghatározza az utazás módját. Az egyik opció az, hogy amikor a két bolygó elég közel van egymáshoz, akkor elindítjuk az űrhajót, majd pedig egy hónapon belül az űrhajónak haza kell térnie, különben a két bolygó túl messze kerül egymáshoz. Igen, ám, de az egy hónap az ország nem elegendő arra, hogy fölkészüljünk a hazaútra. Akkor viszont a másik opció, hogy másfél évet ott kell tölteni az űrhajósoknak, a másfél év viszont túl sok. És akkor ezt úgy képzeljük, hogy másfél évet, aminek a jelentős részét barlangban. Vagy valami védett helyen, így van, nyilvánvalóan a barlang lenne a legevidensebb, hogy olyan helyen kell, ami a sugárzástól védett. Van már barlangunk? A Marson elég sok olyan helyet felfedeztek, ami valószínűleg megfelelő. Most konkrétan barlangot 100%-ra ugye nehéz felfedezni, hiszen ahhoz ott kell lenni, vagy egy rovert oda kell küldeni, és ugye ott onnan igen nehéz a jeleket kihozni, szóval nem szeretik ilyen helyre beküldeni a rovereket. Mindazonáltal a Mars
biztos, hogy ad megfelelő helyet arra, hogy ezt megtegyük. Csak azt majd meg kell találni. Csak azt, hogy meg kell találni. És ez csak egy probléma. Tehát a marsutazásnak nagyon sok problémája van. Én hadd említsek meg még egyet. Erre nem szoktak gondolni az emberek, de gondoljunk bele abba, hogy hogyan szállok le pontosan a Marson. Ugye a Földön, a Föld körül globális navigációs műholdhálózaton van. Az űrhajó tud kommunikálni fölfele, lefele, mindenfelé, és pozícionálja magát. Ugye a Marson előre fogjuk küldeni az ellátmányt. Ha az emberes űrhajó utána az ellátmánytól nem tud elég közel leszállni, akkor az űrhajósokat halálra ítéltük. Azt gondolom, az ellátmány majd ad jeleket. Igen, nem, csak lefelé jövet, ugye a földi leszállásnál is van egy olyan probléma, hogy amikor az űrhajó érkezik, akkor ugye van annyi légkör a Marsnak is, hogy fékezni kezdi az űrhajót. Ez a minimális légkör kialakít egy olyan plazmaréteget, hogy lefelé elég nehézé válik és bizonytalan a kommunikáció, sőt van egy időszak, mikor meg is szakad. Ugye ez a földi leszállásoknál is így van. Ráadásul a pontos pozícionáláshoz több pontra van szükség, nem elegendő egyetlen egy pontnak a jele. Ugye ezért kell a GPS-nél is általában 3 vagy inkább 4 műhold, hogy pontosan belőjünk egy pozíciót. És így gyorsan kell beavatkozni. Tehát, hogyha egy percre megszakad a jel és elveszik a jel, akkor egy számítógép nem tudja, hogy hol van, és egy perc alatt nagyon nagy távolságot tesz meg. Jó, szóval téged az érdekelt, hogy mondjuk egy marsutazást hogy lehet túlélni a sugárzást. Így van. Hogy lehet? Amióta te ezt elkezdted tanulmányozni, az mondjuk egy évtized. Hát sokkal nagy több nem lehet ebben a korodból kiindulva. Igen. Azóta nagyon sokat fejlődtünk ezügyben, vagy a kérdések ugyanazok? Az emberiségnek a hozzáállása megváltozott. Az egész űrszektor megváltozott. Ha 10 évvel ezelőtt folytattuk volna le ezt a beszélgetést, akkor másról beszélgettünk volna. Az, ami körülöttünk zajlik, az egy forradalom, ha úgy tetszik, az új űrkorszaknak a forradalma, és senki nem gondolta volna 10 évvel ezelőtt, hogy magáncégek embereket akarnak juttatni a Holdra és a Marsra. Ezt akartam kérdezni, az Elon Muskok megjelenése mennyit változtatott a helyzeten, hogy nem nagy hatalmak harca lett, hanem megjelentek a pénzemberek. Döbbenetesen megváltoztatta, és én azt gondolom, eleinte, ugye, ha visszanézünk az amerikai történelemnek erre az időszakára, eleinte hatalmas harc túlt. Ugye, amikor létrejött a SpaceX, említsük meg példaképpen, ez 2002-ben történt, ha jól tudom, akkor rögtön utána való időszakban nagyon komoly harc volt az amerikai szenátusban, a kongresszusban, hogy hogyan kezeljük a NASA-nak a kérdését. Továbbra is a többség azt gondolta, hogy ez egy nagy állami program kell legyen minden, amit az emberiség csinál az világűrben. És egy-két hang volt, szólalt meg a NASA-ban, hogy ennek véget kell vetni, az állami programok nem vezetnek sehova, az űrsikló program emésztette a pénzt. Ha jól emlékszem, rájuk mondták azt, hogy megvette őket kilóra Elon Musk. És aztán kiderült, hogy nekik lesz igazuk, mert ez ettől még nem megállíthat, így, hogy azt mondja valaki, pontos, hogy ez az állami és kész. Ezek a szavak elhangzottak a kongresszusban. Ezzel támadták őket, de Elon Musk kiállt, és abban igaza volt, hogy nézzük meg, ő a saját vagyonát áldozta föl. 100 millió dollárt investált bele azért, hogy megszülessen az a technológia, amit utána megvesz a NASA, vagyis nem az állam pénzén fejlesztettek ki valamit, hanem ő, mint magáncég, és utána értékesítette. És ezzel megindult egy verseny. Egy olyan verseny, ami sokkal fenntarthatóbbá kezdte tenni az egész űrutazást. Ugye mi a baj az űrutazásnak? Sokba kerül. Most gondoljunk bele, én mindig azt mondtam például. Mindig az a hivatkozási alapja, hogy rengeteget hoz. Sokba kerül, de aztán ezt mind visszahozza. Ez így igaz, csak ugye más szempontból kerül sokba, tehát amikor én azt mondom, hogy egy kilónak a följuttatása mennyibe kerül, és hány ember tud feljutni a világűrbe, akkor ugye az űrturizmus az nyilvánvalóan egyfajta élvezeti turizmus. Tehát az ugye annak az embernek hoz egy élményt, aki fölmegy. És ugye most gondoljunk bele, a legjobb példa erre, hogy repülőgép. A repülőgépes ilyen utazás mennyibe kerülne, hogyha minden repülőgép egyszer használatos lenne. Fölszállunk rá, repülünk, majd utána kuka az egész. Hogy az űrhajókkal ez történik. Minden űrhajó, az űrsikló program egyfajta kivétel volt, de annak is egy jelentős részével tulajdonképpen a kukába ment. Ezért kerül olyan sokba az a jegy, mert egyszer használatos járművekre ülünk föl. Ezt találta ki Elon Musk, hogy az nem igaz, hogy azt nem lehet, hogy vissza tudjuk így hozni, van, és újra fel tudjuk használni. Mint hogy most is ugye kilövés volt, és a platformra visszatért a rakéta. Ez döbbenetes. Ez 18 év fejlesztése van mögötte, úgyhogy alapított egy céget, összeverbuvált olyan mérnököket, akik soha nem láttak rakétát, és megmondta nekik, figyelj, csináljunk egy rakétát, majd megmondta nekik, hogy ez a rakéta térjen vissza a Földre magától. És eleinte mindenki azt mondta, hogy ez az ember bolond, ezt nem lehet megcsinálni. És sikerült neki. És azt érdemes megnézni azokat a videókat az interneten, amikor ugye van egy olyan Falcon rakéta, a Falcon Heavy, ami 3 Falconból áll össze egyszerre, annak már volt egy sikeres repülése, mind a 3 egység visszatér a Földre, úgyhogy 2 szinkronban landol egymás mellett egy kilövőálláson, a harmadik pedig az óceán közepén himbálózó kilövőállomásra leteszi magát. Ez olyan döbbenetes fejlődés, amit 10 évvel ezelőtt én azt mondtam volna így egy beszélgetésen köztünk, hogy ez így lesz, engem mindenki kinevetett volna. És te hittél volna akkor 10 évvel ezelőtt ebben? Nem.
Az a döbbenetes, hogy én sem. Az apropóját a mi beszélgetésünknek egyébként és igazából az űrháború léte adja. Az a tény, hogy ez most itt az ukrán háború kapcsán is felmerült, hogy ki mire képes és ki mire használhatja azt a képességét, ami neki van. De amiről mi most beszélgetünk, és az űrháború, az voltak éppen ott összeér, hogy nincs olyan technológia, amit harcászati célokra azonnal egy állam ne akarna használni, hogyha birtokába kerül. Tehát amikor te arról beszélsz, hogy négyszögelni kell a GPS jelet ahhoz, hogy a Marson le lehessen szállni, ezt a Föld körül már látjuk. De ha jól értem, például az űrháborús technológia egy jelentős része pont arra irányul, hogy ezeket a képességeit egy másik államnak megbénítsa. Így van. Hol tartunk ebben az ügyben? Milyen tudásunk van arról, hogy mit tudnak, és milyen tudást fejlesztenek? Már önmagában a kérdés nagyon releváns, mert van egy jelentős része annak a tudásnak, hogy mit tudunk, amiről senki nem tud. Most ez nagyon furán hangzik, de egy csomó minden titkos. Hát ez a célja. De, és olyan technológiáknak is, amit csak sejtjük a létezését, én most hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát, az amerikaiaknak van egy az űrsiklóra nagyon hasonló katonai űrrepülőgépe, amiről csak annyit tudunk, hogy néhány évente fölmegy, majd pár évet tölt a világűrbe és hazatér. De hogy pontosan mit csinál? Van rajta ember? Nincs rajta ember? Senki nem tudja a világot. De azt biztosan tudjuk, hogy ez létezik, és nem az egy biztosan, legenda? Azt nem tudják eltitkolni, mert a fellövő állásról indul, és ugye azt kilométerekről le lehet fotózni, tehát azt nem tudják körbe borítani a fellövő állást. Tehát a műholdak korában hogy nem tudjuk, hogy mit csinál, és hogy merre jár, és hogy mennyit van fönt egész pontosan? Ezt mindent lehet tudni, nem? Nem lehet nyomon követni, de az, hogy milyen pályára áll, senki nem tudja, utána nyomtanul el lehet tüntetni egy ilyen objektumot föld körüli pályán, és hogy pontosan kommunikál-e, nem kommunikál-e, milyen fel, ezt nem olyan egyszerűen bemérni. És simán eltűnik a radarok erről, és utána senki nem tudja, hogy hol van. És ez csak a kezdet nyilván, tehát ugye érdemes megemlíteni az egész rakétatechnológiát. Nyilván akinek rakétatechnológiája van, az mindenképpen hadászati technológia is, hiszen azért valljuk be, az a rakéta, ami följuttat valamit a világűrbe és bolygóküli pályára tud állítani, az bármit vissza tud dobni, ha úgy tetszik, a Föld Bajmer pontjára. Tehát az egyben egy interkontinentális rakétatechnológia. Ugye ez már önmagában egy olyan technológia, ami bárkinek értékes. Ugye a másik nagyon fontos technológia pontosan ezek a kulcsinfrastruktúrák, amiről éppen csak beszélgettünk a Mars kapcsán, hogy nem létezik, viszont a Föld tekintetében a háborús hadviselésnek ma már alapvető kérdése az, hogy információnk legyen arról, hogy a másik éppen mikor lép, és minden pillanatban. És ehhez nem elég a GPS technológia, ennél jóval több kell olyan földmegfigyelő műholdak, amik elképesztő felbontással nagyon pontosan tudják a Föld felszínét folyamatosan monitorozni. Ugye játékfilmekben szoktuk látni azt, hogy az amerikai bázison, ahol általában meg is jelenik az amerikai elnök is, mert nagyon fontos kilövések történnek bizonyos terroristákkal kapcsolatban, ezeket látjuk, ezeket a filmeket, szinte fél méter pontossággal, sőt, majdhogy nem arc élességgel lehet látni azt, hogy mi történik a Földön a műholdakról. Ez mennyire a valóság, hogy valakinek az arcát, a grimaszait, a kezében lévő eszközöket lehet látni föntről? Ez sajnos a valóság, és ijesztő valóság, és nem tudjuk, hogy pontosan még mit tudnak ezek az eszközök, esetleg milyen csapást tudnak végrehajtani a világűrből. Van egy elég jól ismert példa, például, hogy az amerikaiaknak ott a Közel-Keleten volt néhány évvel egy olyan incidense, hogy egy bázisukra indítottak egy ellenséges rakétát, és ezt egy föld körüli megfigyelő műhold kiszúrta, kiszámolta a pályát, értesítették a bázist, és a bázisnak pont annyi ideje volt, hogy teljesen ki lehetett üríteni, és a rakéta egy üres bázist talált el. Ha nincs fönn az a műhold, ami azonnal észleli, akkor egy csomó áldozattal járt volna a támadás. Ez nyilván egy rakétavédelmi rendszer része volt. Pontosan. Ez a műhold. Csak ugye gondoljunk bele ahhoz, hogy egy rakétavédelmi rendszer ilyen technológiai szintre jusson, hogy 0-24 órás megfigyelést tudjon végezni, ahhoz nem elég egy műhold, ahhoz műhold flották kellenek. Hiszen ugye kb. 90 perc alatt lehet megkerülni a Földet, mondjuk tegyük fel az nemzetközi űrállomás magasságában, mondjuk akkor 90 percenként egyszer van egy fotó meg információ, ez nem elég. Most ahhoz pedig már szintén nagyon komoly technológia kell, hogy valaki olyan műholdat tudjon építeni, amiből sokat tud legyártani, és a megbízhatósága olyan, hogy 10-11 éven keresztül működni fog a világűrben, és tegyük fel 600 darabot pályára tud állítani. Ez megint a kulcs technológia kérdése, a megbízhatóság. Nem elég, ha fönn van egy műholdam, fönn kell legyen 600, mert a szolgáltatás, a kulcs szolgáltatás mindig elérhető kell legyen, és nem lehet kiesés, mert a kiesés pillanatában fog az ellenség támadni, és ugyanott vagyok, mintha nem lenne. Igazából nagyjából ott tartunk, hogy a műholdak segítségével a világűrből bármi látható és bármi kilőhető a Földön? Tulajdonképpen itt tartunk. Az, hogy kilőhető, ez egy nagyon összetett kérdés, ez az utóbbi időszakban jelent meg ez a
területe, ha úgy tetszik, az űrhadviselésnek. Ugye itt többféle... Sokáig óckodtak tőle, még nemzetközi jogi szerződés is volt, hogy fegyvert nem viszünk a világőrbe. Igen, persze kérdés... Ez érvényben van, de hát... Kérdés, hogy ezt betartották-e eddig igen. is. Ugye sokféle fegyvert lehet a világűrbe juttatni. Most én mondok egy nagyon triviális példát, ami önmaga fizika. Ugye nem kell annak robbanó eszköznek lenni, amit a világűrbe juttatok. Ha feljuttatok valamit, aminek tömege van, és én ledobom a világűrből, és célzottan célba veszek bármit, akkor csak a mozgás energiája lévén egy bombaként ér földet. Tehát például az oroszoknak voltak olyan elképzeléseik, annak idén még a hidegháború idején, hogy hatalmas platina rudakat, képzeljünk el villanyoszlopokat. 10 darab villanyoszlopot fölkörüli pályára állítok, és szépen a megfelelő ponton így megállok Los Angeles fölött, és lejtegetem őket. Abból a magasságból, mire célba ér, az olyan mozgási energiával fog érkezni, hogy egy atombomba erejével fog becsapódni, mint egy kisebb fajta meteorit. És semmi bonyolult szerkezet nincs benne. Tehát a világűrben már önmagában az a mozgási energia, amivel ott van az objektum, már veszélyes. Ugye példaképpen mondom, nem feltétlenül fegyver, de ugye a kínaiaknak nem is olyan régen hatalmas űrhajó modulja, illetve rakétadarabjai zuhantak vissza a Földre irányíthatatlanul, és némelyik bizony olyan területen ért Földet, ahol embert is megsértetett. Tehát ezek önmagában veszélyt jelentenek. És ugye a másik nagy terület azok a fegyverek, amik tényleg arra vannak, hogy nem földi objektumot célba venni, hanem a másik műhold hálózatát célba venni. És nem feltétlenül úgy, hogy tönkreteszem, hanem zavarom a jeleit. És például nem is olyan régen Elon Musk cége, ugye, aki üzemelteti ezt a Starlink hálózatot, ő jelezte, hogy többször megfigyelt különös zavaró jeleket, és megzavarta a műholdjai működését egy jel, egy elektromágneses zavaró jel. És nem tudták azonosítani a forrás, de a műholdakkal való kommunikáció rendszeresen akadozott, a jel zavarossá vált. Ha jól emlékszem, akkor az oroszokat vádolták azzal, hogy zavarják ezt a rendszert. De ez egy nagyon érdekes dolog, mert közben arról ír a világsajtó, az amerikaiakról beszéltünk, hogy mit tudnak már Elon Musk és NASA és mit. Hogy a kínaiak és az oroszok ebben az űrháborús felkészülésben előrébb járnak az Egyesült Államoknál. Legalábbis ők láthatóbb módon vannak jelen a világűrben. Ugye volt múltkor egy orosz kísérlet, tavaly év végén talán, ami nagy botrányt kavart, még ha jól emlékszem, a nemzetközi űrállomáson is problémát okozott. Itt vannak a kínaiak, akik ugye tudhatóan kísérleteznek azzal, hogy lőnek ki kis műholdakat. Tehát ez látható. Az amerikaiak lemaradtak, vagy láthatatlanok csupán? Én azt gondolom, hogy jelenleg körülbelül fejfej mellett vannak a technológiák. Az amerikaiak inkább láthatatlanok akarnak maradni, és nem akarják olyan szinten demonstrálni ugyanazt a technológiát, mint a másik fél. Itt a kérdés az, hogy mi a hosszú távú fenntarthatósága egyik és másik félnek, és ebben lesznek különbségek hamarosan. Ugye emögött egy hatalmas ipar kell, hogy álljon. Azért valljuk be, hogyha vannak olyan technológiák, most 600 műhold, időről időre pótolni kell őket, rakétákat kell üzemeltetni, az a kérdés, hogy ki tudja ezt folytatni. Azért ne felejtsük el, hogy a hidegháború idején is a Szovjetunió azért maradt le, mert a gazdasága nem bírta azt a versenyt, hogy üzemben tartani azt a hatalmas hadipart, és emellett működtetni az országot. És itt rövidesen az lesz a kérdés, hogy ki az, aki gazdaságilag képes lesz fönntartani ezt a fajta űrversenyzést, és ki az, aki lemarad. Azt mondod, hogy a mostani embargók például, ami az ukrán háború miatt Oroszországot éri, ez hosszú távon vagy akár rövidebb távon is bizonyos döntések meghozatalára kényszeríti Putyin? Egészen biztosan, ugyanis nyilvánvalóan egyik fél gazdasága sem állt készen erre a szakításra. Tehát azért mind a két oldalon észre lehet venni azokat a hiányokat, amiket most pótolni kell. És kérdés az, hogy ki tud ebből gyorsabban és hatékonyabban fölállni. Van-e bármelyik oldalon olyan kulcs technológia, ami az embargó miatt többé nem elérhető, mondjuk egy kulcsalkatrész egy űrhajóba, és hirtelen csak annyit tudunk fölbocsájtani, ami még raktáron van, és soha többi egyet sem. Az oroszok mennyire kiszolgáltatottak e tekintetben? Én úgy gondolom, hogy az oroszok jelenleg kicsit jobban kiszolgáltatottak, mert nekik a mikrotechnológiai iparuk az gyenge, a saját iparuk, és sokkal jobban szorulnak beszállítókra a nyugati világból, mint mondjuk a nyugati világban. Ott meg most nem lesz hozzáférésük. És ott meg ez nem lesz hozzáférésük. Ezért ezek a kulcs technológiák ott hiányoznak, de azért nem látunk rá teljesen, hogy a másik oldalon ott is vannak kulcs technológiák. Én hadd mondjak egy példát a hidegháború időszakából, ugye a titán az Oroszországból származott, és az amerikaiaknak a csúcs technológiájú szuper kém repülőgépeiket titánból kellett építeni, és mindenféle fedőcégeken keresztül trükkökkel Oroszországból szerezték be a titánt az embargó ellenére. Tehát azért azt sem szabad elfelejteni, hogy Oroszország a világ egyik legnagyobb
nyersanyag forrása, olyan nyersanyagokkal, ami esetleg meg a nyugatnak fog most hiányozni, és hiába tud mikrocsippet gyártani, de ha ő meg nem tud az űrhajó alkatrészehez, mondjuk nem tudom mihez hozzájut, tehát a Titánhoz, akkor ő meg azért nem tudja megépíteni. Tehát nem véletlenül a nemzetközi űrállomás az egy nemzetközi projekt volt, és mindenki részt vett benne, és nekem nagyon nagy kérdéseket vet föl, hogyha így a világ egy ketté szakad, és lesz egy kereskedelmi embargó a két rész között, akkor olyan külön-külön a két oldal mire lesz képes. Például a nemzetközi űrállomással kapcsolatban az oroszok rögtön mondták, hogy jó, hát az le fog esni, hát ha mi kiszállunk ebből, akkor annak annyi. Amire mondták az amerikaiak, hogy hát, na jó, nem fog az leesni attól, mert ti kiszálltok, de egy csomó kilövést például mind a mai napig, akár bérmunkában is Oroszország végez. Ugye Bajkonur? Most már nem. Most már a SpaceX viszi az amerikaiakat. Jelenleg megállapodás van abban, hogy az oroszok a saját űrhajóikon helyet biztosítanak egy amerikainak általában, és fordítva az amerikai űrhajókon is ül egy orosz. Ugye ez egy ilyen kölcsönösségi megállapodás. Nyilván azért fontos, hiszen bármikor kieshet egy amerikai meghibásodás miatt az amerikaiak képesség, akkor legalább egy helyük legyen is fordítva. Tehát most már azért tudnak az amerikaiak is, a SpaceX ugye 2020 óta tud saját embert vinni, azóta ez rendszeresen zajlik. A magyar űrhajós is várhatóan majd a SpaceX-el fog fölvenni amerikai földről. De viszont azt azért meg kell említeni, hogy a nemzetközi űrállomás az csak kölcsönösség elvén működik. Tehát igazániból olyan nincsen, hogy az oroszok azt mondják, hogy mi leeresztjük a rolót, becsukjuk az ajtót, és akkor a mi részeink nélkül, de csináljátok tovább. És fordítva is, tehát ez egy közös projekt, az űrállomás egy egységet alkot, a rendszerei egy nagy fenntartó rendszernek a részei, ezt nem lehet leválasztani, nem lehet lekapcsolni, nem lehet leoltani. Az oroszok azt mondják, hogy ez minket mától nem érdekel, ez a ti bajotok. Ilyet ők sem fognak mondani valójában, hiszen ugye önálluk is a következő adott számú küldetés már elő van készítve, és irgalmatlan pénzben bele. Tehát azok az eszközök, amiket a következő mondjuk két évben fel akarnak juttatni, már le van szerződve, már félig le van gyártva, az űrhajók már készülnek, az űrhajósok ki vannak képezve, eldobnának irgalmatlan mennyiségű pénzt, és ezt ők sem fogják megtenni. Ukrajna és az űrháború. Amikor azt mondják az amerikaiak, hogy ők minden műholdas adatot 30 percen belül az ukrán hadvezetés rendelkezésére bocsájtanak, nem egyszer-egyszer, folyamatában, mindenkori 30 percben. Az ugye egyfelől mutatja azt, hogy látják Ukrajnát, látják az orosz csapatmozgásokat és mindent, ami mozdulatokból, szándékok kiolvashatók. Másrészt pedig ez nyilván az oroszoknak nem kicsit fáj. Lépnek ellene? Egészen biztos, hogy egyrészt az oroszok valószínűleg lépnek ellene. Tehát, hogyha hallunk ilyen híreket, hogy zavarják a műholdadásokat, az valószínűleg nem véletlen. Tehát ne. Az oroszok azok ugye a háttérben a kibertámadásokkal és az ilyen műholdzavaró berendezésekkel egészen biztos, hogy azért nem csak ülnek magukban és várnak. Viszont azt is meg kell jegyezni, hogy azért az egy nagy kérdőjel, és nem tudjuk a valóságot, hogy Amerika tényleg rendelkezésre bocsájtott te valóban bármit, vagy inkább azt mondja, hogy adok nektek valamit, de én nem akarom eszkalálni ezt a konfliktust. És szerintem ez a valós helyzet. Hiszen azért nézzük meg, hogy a Maxar Technologiesnak is ugye szabadon elérhetők a felvételei, de az nem túl részletes. Tehát az igazi, valós hadipari technológia az azon kulcsműholdak, amiről azt se tudjuk, hogy létezik, és mondjuk olyan felvételeknek az áttása, ami jóval több információt fed fel, mint egyszerű kis fényképek a világűrben, amiből látszódik, mondjuk hőkamerás felvételek, nagyon nagy felbontású felvételek. De ha ezeket megosztanák az ukrajnai hadvezetéssel az amerikaiak, akkor esetleg olyan haditkokat kellene megosztaniuk, ami kulcs technológiákra vonatkozik, amiről kiderülne esetleg féltve őrzött titkai. Tehát ez a mindennek van egy határa esete. Azt gondolom, hogy valójában Amerika nem osztott meg semmivel sem többet, amit némi googlizással egy Maxar Technology honlapján bárki elér, és ez ennyit tett a nyugati világ. De ha már itt tartunk, mi ez a Maxar Technology? Mert hogy erről igazából a világ most értesül ilyen transzparens módon, hogy mindent lát egy magánvállalkozás. Ez nem túl meglepő egyébként. Rengeteg ma világűrben szolgáltatások működnek, és ezt nagyrészt cégek működtetik, ugye a telekommunikáció az egy, amiről azt gondoljuk, de a föld megfigyelés az ugyanúgy egy hatalmas terület, ugye, aminek keretében hosszú távon folyamatosan térképezik föl a föld felszínét műholdak, fotózzák ezeket, és akkor ebből mindenféle következtetéseket vannak. Most mondok egy példát, például a jégtakaró mértékét lehet megfigyelni, ennek a visszafordíthatatlan vagy visszafordítható változásait, és lehet akkor ezeket használják föl a klímaváltozási modellek például. Tehát az, hogy ilyen cégek vannak, akik ezt csinálják, ez eddig is volt, csak hát úgy igazániból az embereknek ez nem tud
tudatosodott, hogy az időjárás előrejelzés. Hát szakterület, is. Persze. Így van, tehát ez létezik. Dolgozók tudták. Ez létezik, tehát hogy ebben nem volt olyan, ez nem olyan nagyon meglepő, és nem is igazi hadititok, amit ő most megcsinál, hiszen egy Google térkép is van, hát a Googlenek is van térkép. Hát jó, de mondjuk itt a bucsai vérengzés kapcsán lehetett igazából mindenki számára kézzelfoghatóan látni mondjuk az ő munkájukat, amikor dokumentálták azt, hogy a holttestek az utcákon hetek óta ott vannak. Itt én azt gondolom, hogy ami talán a változást jelzi, vagy ami inkább egy kicsit a megdöbbentő, hogy ma már nem lehet úgy háborút vívni, mint régen. Ma már a háború mindannyiunk szem előtt zajlik. Tehát az, ami régen volt, ma ott van a tévénkben, ott van a mobilunkon, és ott van a világűrből készített felvételeken, tehát ma már a háborúnak nincs rejtett mozzanata. Bárki bármit tesz, arról lesz valakinél egy mobil, akár egy okostelefonnal a sarkon levideózza, fönn van rögtön Facebook oldalán, és félvilág látja, vagy a Maxar Technologies fotóiból. Tehát ma már nincs olyan háború, amit titokban lehet tartani. Akkor erre egy anekdota, ez néhány napos, ugye új vezetőt nevezett ki Putyin az ukrajnai hadműveletek élére. Állítólag ez nem egy nyilvános információ volt, hanem egyszer csak megjelent az ember, és lefényképezték a világűrből. Hogy jé, új vezető van. Hihető? Ez egy nagyon jó példa, így van. Ez sajnos ez így van, tehát most már éppen a legjobb példa szerintem a konvoj és a csapatmozgások ugyanúgy. Hát egyszerűen egy csomó hadi művelet azért. Jó, de azok óriási tankok, ez meg egy ember arca. De valójában ezeknek a technológiáknak nem számít. Tehát a valós, tényleges, ebben rejlik az igazi komoly technológia, és ebben van a valódi verseny, hogy mindenkinek fönn vannak a kémműholdjai, de a kérdés az, hogy kinek jobb egy kicsit, kinek, ki tud ilyet is megtenni. Mi fogja vissza az országokat arra, hogy az ügyben, hogy használják a képességeiket a világűrben? Induljunk ki abból, hogy Oroszország képes műholdakat kilőni. Induljunk ki abból, hogy Kínáról tudjuk, mert megmutatta, hogy ezzel foglalkozik. Tehát erre eszközei vannak. Mi akadályozza meg, hogy ezt például most Ukrajna kapcsán megtegyék az oroszok? Pontosan ugyanaz, ami a hidegháború idején az atomháborút akadályozta meg. A kölcsönös elrettentés elve. Most már a hidegháború az a világűrbe játszódik nagy részt, és kölcsönös elrettentés van. Az egy elrettentés volt, hogy én megmutattam, hogy képes vagyok rá, de nem teszek többet. Fölháborodik a másik oldal, de ő sem tesz többet. Tehát azért mind a két oldal pontosan tisztában van azzal, ami a hidegháború idején zajlott, hogy elég egy rossz lépés, elmegyek a falig, de nem tehetek többet, mert az világháborút okozhat. A világűrből tudjuk elpusztítani a Földet, vagy azt a Földön megtesszük mi magunk, hogyha szükséges lesz. Szomorú, de az emberiség olyan mennyiségű... Megtesszük? Einstein már megmondta, hogy ezt nem tudjuk, mivel vívjuk a harmadik világháborút, de hogy a negyediket, azt botokkal meg kövekkel, az egészen biztos, és sajnos... Te is így látod? 50 évvel később? Én bízom benne, hogy az emberiség... 100. Én bízom benne, hogy az emberiség erre képes lesz ezen túllépni, de azért van valami abban, amit például a SpaceX vezére, az Elon Musk is zászlójára tűzött, hogy az emberiséget mindenképpen bolygóközi civilizációvá kell tennünk. Nekünk van egy nagy felelősségünk, ami például a dinoszauruszoknak nem volt, és az, hogy képesek vagyunk önmagunkat megmenteni, van egy technológián, gondolkodó faj vagyunk, és itt nem csak a saját háborúinkra gondolok, hanem a világűrből is jöhet bármikor olyan veszély, miközben el vagyunk foglalva a saját kis konfliktusainkkal, holnap érkezhet egy meteorit, ami mindannyiunkat elsöpörít. Hát erre mondják azt, hogy azért azt nagyjából már tudnánk, hogyha van egy ilyen veszély a közelünkben. Még nem tudnánk? Sajnos ez sem biztos. Vannak olyan esetek, voltak olyan esetek, mikor igencsak veszélyes objektumokat az utolsó pillanatban vettünk észre, mondjuk a Hold pályáján belül érkezett. És ijesztően az utolsó pillanatban. És egyébként pedig, ha még észre is vennénk, akár egy évvel előbb, lehet, hogy semmit nem tudnánk tenni. Év alatt mit csinálunk? Na jó, de amit Elon Musk mondott, és amit idéztél, az egy még távlatosabb terv. Tehát bolygóközi civilizációvá tenni az emberiséget, ahhoz az kell, hogy tudjunk kolonializálni bolygókat, tehát hogy élhetővé tegyük és belakjuk. De hát ettől nagyon távol vagyunk. A Hold, mint következő legközvetlenebb célpont, ezt szolgálja? Tulajdonképpen igen. És az a döbbenetes, hogy én azt gondolom, hogy valójában sokkal közelebb vagyunk, mint hinnénk. Megint csak, ha visszagondolunk arra, hogy mit vitt véghez a SpaceX, hogy 10 évvel ezelőtt sose gondoltuk volna, egy űrhajó önfenntartható, vagy újrafelhasználható lehet, akkor én egyáltalán nem tartom lehetetlennek, hogy hamarosan a csillaghajó koncepció működni kezd, és lesz egy űrhajónk, ami 100 embert tud egy Marsig eljuttatni. És ezek évek alatt menőfejlesztések, és most már a piac vezérli az egész folyamatot.
És az emberiségnek szerintem a közös felelőssége, hogy képesek vagyunk az erőforrásainkat saját magunkra fordítani. Minden civilizáció egy kulcs problémához jutott. Ezt már a legtöbb tudós, legtöbb fizikus is elmondta. Stephen Hawking volt az egyik legfontosabb hívvivője ennek. Az emberiség egy nagy lépés előtt áll. Vagy megugorjuk azt, hogy galaktikus civilizációval válunk, vagy ki fogunk pusztulni. Ez szomorú kimondani, de ki kell mondani, a bolygót pusztítjuk, a környezetünket tönkretesszük, az erőforrásait feléjük, ez csak egy irányba mutat, a végtelenben nem lehet növelni a népességet, a végtelenben nem lehet növelni az erőforrásokat, előbb-utóbb konfliktusokat szül, és a rettenetes mennyiségű fegyver, amit felhalmoztunk, az magával hozza, hogy tudjuk elpusztítani önmagunkat. Ha nem tudjuk magunkat bolygóközi civilizációval tenni, különböző helyeken létesíteni kolóniákat, akkor nincs garancia arra, hogy az emberiség egy lokális konfliktusnál, ami kiterjed az egész bolygóra, fönnmaradhat. A Hold az azzal a zárójellel élhető, hogy nyilván nincsen légköre, minimális, de van gravitációja, de hát rendkívül kicsi, viszont közel van. Tehát amit elvesztünk az egyik oldalon, az használhatóvá válhat a másik oldalon, de pusztul a Föld, akkor véletőleg a Hold nem lesz egy megoldás nem. Semmire. Itt az az izgalmas, hogy nyilvánvalóan ez nem egy egyszerű kérdéskör, hiszen a naprendszerben belátható távolságban nincs a Földhöz hasonló. Ezért kell nagyon vigyáznunk többek között a Földre, mert az emberiségnek még jó pár száz évre van szüksége ahhoz, hogy a fizika nagy kérdéseiben tovább jusson, és megoldjuk azt, hogy hogy lehet messzebbre utazni, hogy lehet a tényleges csillagközi utazást megoldani, ugyanis nem is olyan messze tőlünk, már viszont néhány csillagnyi távolságra találhatunk olyan szuperföldeket, amiknek viszont élhető lenne, számunkra élhető lenne a környezete. Csak azt kell megoldanunk, hogy hogy jutunk el oda. Erre még talán évszázadok kellenek, de a kérdés az, hogy az emberiségnek maradt-e annyi ideje. Ezért fontos a klímával foglalkozni, ezért fontos a bolygónkra fordítani mennél több energiát, és ezért fontos az űrszektorral fordítani a pénzt, hiszen a világűrben folytatott minden tevékenység az az emberiség jövőjébe való befektetés. Én mindig azt szoktam mondani, hogy képzeljük el azt, én szeretem ezt a példát, hogy annak idején, mikor megindult ugye a gyarmatosítás korszaka, mi történt? Ugye az emberiség, hát miért indultak el ezek a gyarmatosítók neki az óceánnak? Egy csomóan meghaltak az óceánon ott, és mire számított? Eljutnak Indiába? És mégis mentek, és mégis ölték bele a pénzt, és végezetül azok lettek a legerősebb gazdasági hatalmak később, akik ebbe a gyarmatosításba beszálltak. Anglia, Franciaország és az Egyesült Államok maga. Most ugyanígy tartunk, csak a világűr gyarmatosításának a hajnalán vagyunk. Most ugyanígy, aki belefektet... sok jót nem ígér. Tehát, hogyha a nagyhatalmak harca lesz ez is, akkor ez sok jót nem ígér, mert ez megint nem az emberiség megmentéséről szól, mint ahogy a nagy felfedezések kora sem arról szólt, hanem a gazdagságról. Én abban bízom, hogy ebben egy változás látható, és akkoriban is egyébként a történelem megmutatta, hogy habár úgy tűnt, hogy nagyhatalmak harca, de valójában a háttérben társaságok harca volt. Cégek harca volt, mindenféle kelet-indiai, nem tudom milyen társaságok jöttek létre, és ezek harcoltak egymással. És most ugyanezt kezd kibontakozni, egyfajta világűr vadnyugat van a szemünk előtt, rengeteg cég indul meg a világűr felé, SpaceX, Boeing, sorolhatnám Oroszországban is, Kínában is, cégek veszik át, és egy verseny indul meg. Megjelent Japán, és megjelent India. Mindenképp Toyota holdjárót épít. Kigond, miért ne végül is? Hát rájött arra. Hát ha van rá igény. És van tapasztalatuk, így épített már autót. Holdjáró, ha már itt tartunk. A magyar űrhajósnak a következő évtizedre hármat is ígért a program, aminek a részesek vagy te magad is. Van esélye arra, hogy mondjuk a Holdra eljusson? Rövid távon nem hiszem, hosszú távon viszont igen. Mert a magyar űrhajós mit kaphat ettől az utazástól? Itt arra érdemes azt megemlíteni, hogy a magyar űrhajós az egy program. Ez nem egy ember, hanem az a cél, hogy hosszú távon Magyarországnak űrhajózási képessége legyen. Minden nemzet ebbe az irányba megy, nekünk is ezt a képességet meg kell őrizni. Tehát tulajdonképpen fönn kell tartanunk egy olyan űrhajózó állományt, olyan embereket, akik folyamatosan képzettek, és ha adódik egy repülési lehetőség, akkor képesek rá, hogy a világűrbe elinduljanak, és ott tevékenységet hajtsanak végre. Azon kívül, hogy én irigykedem rájuk, mert gyermekkori álmomat valósítják meg helyettem, azon kívül ebben nekem mi a jó? Ja, tulajdonképpen az űrhajózásban nagyon sok eredményesik ki. Az egyik, ez egy komoly iparfejlesztési program.
Tehát azok a magyar cégek, akik a nemzetközi űrállomáshoz hozzá akarnak férni, és ezáltal kulcs technológiákat kifejleszteni, azok most lehetőséget kapnak. Most mondok egy nagyon egyszerű példát, például újfajta strukturális anyagoknak a fejlesztése. Valami olyan anyag, ami mondjuk a jövő holdbázisának a burkolatát képezheti, igen ám, de űrbéli körülmények között egy ideig tesztelni kéne a nemzetközi űrállomáson. A legdrágább dolog az űrhajós idő. Nagyon sokba kerül az eszköz feljuttatása, de még többek kerül, hogy ki és hogyan fog a kísérletet elvégezni. De ha van fönn egy magyar ember, magyar eszközökkel, akkor elvégzi, a magyar cégeknek biztosítja az eredményt, majd pedig a magyar cég fogja piacra dobni azt a technológiát. Magyarország fogja tudni meghatározni azt, hogy milyen kísérleteket végezzen el a magyar űrhajós. Így van. Tehát a magyar űrhajósnak a tevékenységének egy jelentős részében magyar cégeknek, magyar kutatóhelyeknek a kísérletei technológiáival fog dolgozni, és ezzel a hazánknak fog teremteni értéket. A maradék idejét pedig nemzetközi együttműködések mentén értékesíteni fogjuk. Tehát például az Európai Űrügynökségnek felajánlunk szabad űrhajós időt, cserébe viszont mi is kérünk majd a jövőben az Európai Űrügynökségtől mondjuk szintén szabad űrhajós időt olyan magyar technológiáknak, ami mondjuk nem most jut föl az űrállomásra, hanem mondjuk 3 év múlva jutna föl. Tehát ezek olyan nemzeti érdekek, olyan technológiafejlesztések, amiben kulcskompetenciákat kell létrehozni. Ugye gondoljunk bele abba, és ez furcsán hangzik, de szerintem egy nagyon jó példa, hogy ugyanúgy, mint a gyarmatosítás időszakában, most a Földnek mondjuk tegyük fel a teljes iparának maga a 10%-a zajlik a világűrben most körülbelül sacra. Mi lesz 100 év múlva? Szerintem bárki előrevetíti, hogy az emberiség ipara 90% világűr, 10% Föld. A világipara az idővel ott fog történni. Hogy képzeljük, ott lesznek gyártósorok a világűrben? Mondjuk tegyük fel, hogy 100 év múlva élünk. Tulajdonképpen ami le fog zajlani, hogy bányászati tevékenységet ki fogjuk helyezni más bolygókra, holdra, aszteroidákra, például ugye a kobaltbányászat az egyik legkárosabb tevékenység, mert a Földön iszonyú környezetkárosító, Afrikában rengeteget hallani róla. Mindannyiunk mobiljában ott van a kobalt, szükségünk van rá. Miért ne bányásznánk itt valahol máshol? Tehát 100 év múlva bányászati tevékenység, gyártó tevékenység, állomások, ezek megszokott dolgok lesznek a jelenlegi technológia fejlődés mellett, és az ipari tevékenység nagyon jelentős része, az ugye egy része a Marson zajlik, egy része a Holdon, egy része a Földön, de többé nem arról fogunk beszélni, hogy a földipara, és milyen jó, hogy én kereskedek mondjuk, nem tudom, egy skandináv állammal, tök fantasztikus, de milyen jó, hogy tudok kereskedni a Mars kolóniával, és onnan a legértékesebb kereskedelmi eredmények onnan születnek. És a Mars kolónia az melyik állam lesz vajon? Ez a másik nagyon pontos kérdés, ez egy összetett probléma, ennek a jogi háttere még sehogy nem áll. És ezt egyelőre ebbe az irányba is egyelőre kevés lépés történt. Ugye az ENSZ azért próbál lépni, de ugye nagyon nehéz olyan nemzetközi együttműködéseket létrehozni, amit aláír mindenki. Általában valaki nem írja alá a nagyok közül, és onnantól kezdve túl sok értelme nincsen. Tehát ugye valljuk be, hogyha van egy nemzetközi együttműködés, ami szabályoz mondjuk egy jogi kérdést a világűrbe, de mondjuk a Oroszország nem írja alá, akkor annak túl sok foganatja nincsen, hiszen ő az egyik fő szereplő. Betartják ők, nem csak a többieknek. Pontosan. Sem kötelező. Tehát jelenleg a jogi szabályozása egyáltalán már csak annak a kérdésnek, egy nagyon egyszerű kérdést fölteszek, hogy mi a világűr? Hol kezdődik az, hogy én valamit légügyi szabályozás alá vonok, és a magyar légtérhez tartozik, és honnan számít világűrnek? És ha világűr, akkor ki szabályozza? Ugye a magyar légtérirányítás? Ha nem ők, akkor ki? És hol? 100 kilométer? 120? Ha a fölött repül, akkor már űrrepülő? Űreszköz? Akkor a magyar űrirányítási központnak kéne létezni? Tehát ezek, az emberek elmosolyodnak rajta, de valójában nagyon komoly magyar kérdések. Magyar űrlégtér nyilván nincs. Mert hogyha azt egy metszetként tekintjük, hát akkor is nevetségesen pici metszete lenne a világűrnek. Tehát ezzel nagyon nehéz valamit kezdeni ilyen módon. Ennek egy globális szabályozása kellene, hogy legyen. De ennek van egy nagyon fontos jogi vonzat, hogyha meghosszabbítjuk egy nemzetnek a légterét a világűrbe, akkor ugye nyilván ott a világűrben egyszer csak elérünk egy geostacionárius ponthoz, ahol egy geostacionárius pályapozíció az országé. Ha elég nagy az ország területe, akkor több is. Ugye az a fix pont, az a fix világűrben pont. A föld mozgását követő eszközökre. Az elméletileg Magyarországnak is kell legyen, és jár. És ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ezeket a szabályokat ki fogadja el, ki nem fogadja el, hogy kezeli, hiszen egy geostacionáris pálya az már egy értékes dolog. De jó, hogy találtunk újabb és újabb konfliktus forrásokat. Ezeket az emberiség általában végtelenül bután szokta először kezelni, mi kiózanodik.
tudom, hogy a világűr sokkal nagyobb, mint azt az emberiség el tudja képzelni. Tehát továbbra is nem biztos, hogy sokunkban tudatosodik, hogy az emberiség egy icipici pont a világűrben. Nem tudjuk, hogy mennyire vagyunk értékesek, mert ha az egész univerzumban csak itt van élet, akkor az emberi civilizáció értékesebb mindennél, amit el tudunk képzelni. Pont ezért kéne jobban odafigyelni, és a konfliktusainkat megpróbálni nem kivinni a világűrbe. Én ezért nagyon büszke voltam mind a mai napig a Nemzetközi Űrállomásra, mert azt gondolom, egy olyan projekt, ahol megmutatta az emberiség, hogy ez a béke szigete, és ugyanígy a hidegháború idején is a világűrben tudtak közös Apollo-Szojuz repüléseket végrehajtani, és ha máshol nem, de a világűrben az a két nemzet, aki a Földön hidegháborús ellentétben volt, mégis kezet fogott egymással. Tehát mindmáig én azt gondolom, hogy a világűr meg tudta tartani a béke szigetét. Habár már elindult a háború arrafelé is, de még mindig a Föld felszínére korlátozódik. Még nem jutottunk el oda, hogy a világűrben valós háború zajlon, és én nagyon remélem, hogy a Nemzetközi Űrállomás program is folytatódni fog, és nem lesznek benne fönnakadások mindenfajta konfliktus ellenére, mert ez egy olyan kihívás, amivel az emberiségnek együtt kell szembenéznie. Meg tudnának vívni ma földi államok űrháborút? Egymás ellen, vagy egy külső ellenséggel szemben? Van olyan tudásunk erről, ami ezügyben iránymutató? Tehát, ugye, hogyha a külső ellenség lehet egy hatalmas szikla is, meg lehet egy külső civilizáció is, bármi. Jelenleg nem állunk erre túl jól készen, az az igazság. Sőt, a világűrben valós háborús tevékenységet végrehajtani, akár egy állomáson, nem tartom valószínűnek, hogy ez lehetséges. Irgalmatlan nagy kockázata van mind a két félre. Most nagyon, nagyon egyszerű csivás példát mondok, ha valaki egy fegyverrel megpróbál lövöldözni az űrállomáson, szinte lehetetlen lőni, valljuk be, hiszen súlytalanság van, elég nehézkes célozni bármit csinálni. Egyetlen egy rossz lövés elegendő arra, hogy kilukadjon minden, ugye tűz gyulladhat ki, tehát itt minden másképp működik odafönt. Minden másképp működik. Tehát sokkal nagyobb az esélye, hogy mindkét fél önmagát elpusztítja, mint hogy a másik felet pusztítja föl. Sőt, néha még nagyobb az esélye az önmagam elpusztítására és önmagam a sérülésére, mint a másik fél élet. Tehát valós háborús tevékenységet ma még a világűrben szerintem senki nem akar végre rajta. Földi pontokról irányított lövésekkel, akár? Kilőni egy műholdat? Ezt ugye demonstrálták is, hogy erre képesek ugye egyes országok. Erre ugye az oroszoknak volt erre egy igen látványos kísérlet. És a kínaiaknak is már. Tehát ezek a valószínűleg Kína, Oroszország, az Amerikai Egyesült Államok, és ki tudja, hogy mondjuk az Egyesült Királyság, Franciaország, tehát ezek az államok valószínűleg rendelkeznek már azokkal a technológiákkal, amik ahhoz kellenek, hogy ilyen támadásokat végrehajtsanak. Most tudjuk, mert szegény Bruce Willisre nem lehet ez ügyben számítani, de Armageddonra készül az emberiség? Tehát azt lehet tudni, hogyha valami, említetted a hold pályán belül elsuhanó hatalmas kőzetet, ha valami olyan történik, képesek vagyunk ellenállni egy nagy kőnek? Az az izgalmas, hogy készülünk rá, de nem eléggé. És ez nagyon szomorú, mert bizonyos programok futnak a háttérben, amire keveset fordít az emberiség. Ugye van például egy kategorizáló és megfigyelő program, amit a világon a legtöbb űrügynökség azért folytat, aminek keretében a földközeli objektumokat megfigyelik, pályáját nyomon követik és kategorizálják őket. És akkor megpróbálják megjósolni, hogy milyen pályát fognak követni. Igen, ám csak valójában ezt sokkal nagyobb pénzből, sokkal részletesebben kéne csinálni, hiszen rengeteg az objektum, rengeteget kéne megfigyelni, erre nem költünk eleget. És ugye ahhoz, hogy egy objektummal bármit kezdjünk, van rá lehetőség, de ahhoz nagyon hamar kell tudnunk, hogy közeledik. De mit tudunk kezdeni vele? A legvalószínűbb nem Bruce Willisnek a megoldás, és ezekkel az objektumokkal az a baj van, az a nagy probléma, hogy az egyik lehetőség, hogy valami jó masszív fém tömbet kapunk, abban igencsak irreális, a felszínét kapirgálhatjuk bármivel is, és ha felrobbantjuk két darabba, akkor mi történt? Ugyanaz a mozgási energia közeledik a Föld felé. Nem történt semmi. Az igazán izgalmas az az, hogyha elég messze a Földtől, pályára tudunk állni körülötte, tegyük föl egy műholddal, egy egész pici műhold elegendő, és a semmi más feladata nincsen, mint a nap energiáját, tehát adott pontra fókuszálja. Egy pici hősugár, ez a pici hősugár ott felolvasztja ennek az aszteroidának a felszínét, és mint egy kis fúvóka párologni kezd belőle az anyag. Ez a pici fúvóka hatás, ha sokáig hat, akkor módosítani kezdi a pályáját, és nem fogja eltalálni. Veszti a tömegét, és másfelé megy. Így van. Na most ez innentől kezdve
egyetlen egy dolgot feltételez, nagyon hamar tudnom kell, hiszen gondoljuk bele, 5 év múlva a földbe csapódik, tegyük föl. Nekem még mindig évek kellenek, mire megépítem azt az eszközt, ami oda megy, ami oda is érkezik, már becsapódott a földbe. Tehát tulajdonképpen ott tartunk, hogy nagyjából 10 évvel előre tudnom kéne ahhoz, hogy hatékony védelmet tudjak megvalósítani, amire viszont jelenleg nem áll készen ez a kategorizáló rendszer. Tehát a legtöbb esetben már csak akkor veszik észre az objektumokat, mikor 1-2 évnyire vannak már a földtől, vagy esetleg még közelebb. Ennél sokkal többet kéne erre költeni, és itt jön elő a közös felelőssége a nemzeteknek, hogy az űrszektorra költött pénz az nem csak abból kell álljon, amit mindannyian használunk, hanem az emberiség felelőssége az, hogy megtörténik-e velünk az, ami a dinoszauruszokkal. És a földtörténetben bizony 5-ször már volt tömeges kihalás, amikor a fajoknak a közelebb 70-80-90%-a eltűnt. Kérdés az, hogy az emberiség meg tudja-e magát védeni egy ilyen eseménnyel szemben, vagy sem, és egyelőre kétséges a válasz még mindig. Ezzel mennyit segítenek a magyar műholdak? Én amikor hallottam először a legaranyosabb nevűről, a Maszatról, akkor azt gondoltam, hogy persze fölmegy egy nagy műhold, tehát hogy az ember azt úgy elképzeli, és aztán kiderült, hogy ez a Maszat, ez úgy némi túlzással ekkora. Ezek igazi műholdak? Ezek teljesen igazi műholdak, és ez egy nagyon érdekes irányba viszi el a piacot, és egy érdekes példát mutat arra, hogy ugye az egész űrszektor átalakulása sok szempontból látszódik. A SpaceX az egy példa, de egyfajta miniaturizálás irányába is megy el, és költséghatékonyság felé megy el. De egy ilyen kis pici mit tud? Jóval többet, mint egy ilyen pici például tud felvételeket készíteni a Földről. A Maszat küldött haza felvételeket a Földről. Miért ne lenne benne egy kamera? Lehetett vele kommunikálni. Lehetett vele kommunikációs kísérleteket végrehajtani. Például a kommunikációs jel hogy jut át a Föld légköri rétegén, és ez alapján mondjuk technológiát továbbfejleszteni, hatékonyabb adót. Tehát meglepően pici, és mégis van benne képesség. Nem azt mondom, hogy ez az a méret, ami feltétlenül a jövőt jelenti, de ma már a cipős doboz méretű, vagy mondjuk néhány cipős doboz méretű úgynevezett mikroműholdak, az igenis egy komoly piacot jelent, és az, amit régebben mondjuk egy busz méretű technológiával tudtunk megoldani, azt ma már megoldja egy jóval kisebb műhold, kisebb a tömege, kevesebbe kerül a főjuttatása, tehát egyre olcsóbbá válnak azok a szolgáltatások és azok a technológiák, amiket a világűrbe juttatunk. Az egyik nagy projekted az ezeknek a tesztelése volt, ugye? Tehát, hogy létrehozni egy olyan laboratóriumot, ami pontosan ezeket a piciket tudja tesztelni, igen. Modellezi a világűr körülményét. Azt hogy tudod egy szobában modellezni? Ez a földi környezetnek az egyik pikantérje, ugye van egy pár dolog, amit igen nehéz létrehozni. Ugye, amikor fölmegy valami a világűrbe, akkor először az első fájdalmas dolog az a rakéta. Ugye a rakéta az egy igen nagy terhelést jelent, és attól függ, hogy milyen rakéta, néha hatalmas is tud lenni. Ugye ezt rázógépekkel tudjuk tesztelni, ilyen technológiák léteznek, egy olyan gépezet, ami igen nagy frekvenciával pontosan úgy rázkódik a műhold alatt, mint maga a rakéta, amit csinál. A másik pontos kérdés, amikor fölkezünk a világűrbe, akkor a világűrnek a környezetét szimulálni kell, ott igen alacsony légnyomás van, tulajdonképpen nincs levegő. Persze egy-egy részecske néha érkezik, de vákumban, ugye nagyon alacsony légnyomást kell létrehozni, plusz mindezt a hőmérsékleti változással kombinálni kell, tehát úgynevezett termovákum rendszereket kell létrehozni. Ennek a tökéletes megoldása egyébként a napszimulátor, ami például az Európai űrügynökségnek van Hollandiában a leghatalmasabb ilyen berendezése. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen szoba méretű, legalább jóval nagyobb, mint ez a stúdió berendezés, aminek a külső fala fekete, folyékony nitrogén áramlik a falába, tehát olyan hideg a külső burkolat, mint hogyha világűr mély hidegét látnám, hiszen a világűrben is azért hideg van. És az egyik sarkában ennek a berendezésnek van egy LED matrix, ami a napot szimulálja, a kamera közepén pedig egy forgópadon ott a műhold. És tulajdonképpen pontosan azt leszimulálják a LED matrix kapcsolgatásával, miközben forgatják a műholdat, mint hogyha a műhold keringene a Föld. A munkatársaidat egy ilyet csináltál kicsiben? A mi esetünkben mi nem LED matrixot használtunk, hanem egy olyan padra szereltük fel az eszközöket, aminek a hőmérséklete szabályozható volt. Ez technológiailag és költségileg is sokkal hatékonyabb megoldás volt. Napszimulátor az egy szép cél lenne, de az azért egy hatalmas beruházás jelent. Mi kicsiben egy kisebb űrszimulátort hoztunk létre, nem napszimulátort, és a mi kamránkban pontosan ugyanezt lehet csinálni, csak nem egy távoli LED matrixsal, hanem a környezetnek a hőmérsékletének a változtatásával tudjuk ugyanazt a hatást. Csoda izgalmas világ. Mi izgat most a legjobban benne? Igazság szerint az egyik, nyilván nekem nagyon fontos program a Magyar Űrhajós Program, és én nagyon szeretném, hogyha Magyarország ezen a területen komoly eredményeket érne el. Repülsz? Nem. De miért nem? Én nagyon sok űrhajóssal találkoztam egyébként az életemben. De jó neked. És mindig megkérdezték tőlem, hogy
szeretnék-e űrhajós lenni? És az az igazság, hogy én személy szerint nem vágyom erre, mert ez egy hivatás. És én azt gondolom, hogy én inkább hát most megy fel egy csomó civil. Nem, hogy nem fizikus, hanem konkrétan civil. Persze, természetesen, de különbséget kell tenni, ezt mindig keverik az emberek ezt a dolgot, hogy az, hogy valaki űrturista, vagy az, hogy hivatásos űrhajós, ez nagyon különböző dolog. Én űrturistaként nagyon szívesen megnézném egyszer a Földünket a világűrből, és ezzel semmi problémám nincsen, viszont hivatásos űrhajósnak lenni az egy élet. Az egy életpálya modell, és bizony nagyon sok űrhajós csalódottan távozik ki ebből, hiszen azért a többsége örök életében csak tartalékos marad, és én azt gondolom, hogy ez lesz az a tendencia, ami remélhetőleg az én életem vége felé megváltozik, hiszen ahogy egyre könnyebben juthatunk űrhajósokat a világűrbe, úgy valójában az űrhajózó állomány mérete hatalmasra fog nőni, és nem lesznek tartalékosok, hanem űrhajósok lesznek csak, és százasával szállítjuk majd az embereket a Holdra. Nyilván ez az kell, hogy a feltételek egyszerűsödjenek, tehát hogy sokkal kisebb terhelés éri az űrhajóst. Ő önfenntartható legyen a rendszer. És hogy működőképes életet tudjon élni akár a Holdon. Így van, de azért én azt sosem gondoltam volna, és nézzük meg, hogy a SpaceX a csillaghajó koncepciójával elnyelte a NASA tenderjét a Hold programban való részvételre. És utána Boeing még be is perelte, mert ő sem hitte el, hogy ez igaz. És ha bárki megnézi ezt az egész koncepciót a NASA honlapján, akkor azt gondolnánk, hogy egy science fiction filmet nézünk. Ki gondolná, hogy ez a csillaghajó koncepció, ami 100 ember tud egyszerre a Holdra szállítani, a NASA azt mondta, rendben, szerintem mérnökileg rendben van a koncepció, szerintem a cég meg tudja csinálni. Az mikorra lesz kész? 2024-re. És tényleg kész lesz 24-re? Ez nagyjából olyan, mint hogy 2026-ban már a Marson lesz az emberiség. Én annyiban belelátok a programba, hogy én is dolgozom most a NASA-val, ez pont ennek a programnak egy bizonyos részén, és ahogy látszik, az nagyon úgy néz ki, hogy 25-ben ez repülni fog, ez a rendszer. Közel áll a kész állapothoz, és 25-ben azt fogjuk látni, hogy persze nem 100 embert fog vinni a Holdra, de a koncepció nagyon moduláris, és pont az az izgalmas, hogy egy akkora rakétáról van szó, egy akkora űrhajóról már, ami le tud szállni a Holdra, és tudja biztosítani akár egy hónapon keresztül, hogy mint egyfajta bázisként ellásson 2 vagy 4 űrhajóst folyamatosan. Vagyis nem úgy van ám. Akik nyilván közben egy valódi holdbázist fognak építeni, mert hiszen ez a cél. Űrhajó maga közben pedig lakóhely lehet. Tehát még csak az is elkezdett, hogy nem kell a holdbázis, mert ez a SpaceX által épített csillaghajó, ott fognak lakni, ott fognak dolgozni, azok lesznek a kutatóhelyeik, a kutatólaborjaik, és minden ellátmány rendelkezésre áll. Vagy a másik opció, hogy kész a holdbázis, és egyszerre 100 ember ül be az űrhajóba. Ez egy eléggé izgalmas koncepció, és ez megvalósul, ez megint csak alapjaiban fogja megváltoztatni, és nem véletlenül perelte be őket a Boeing, hiszen ő is fölismerte, hogy a Boeing követte a hagyományos koncepciót, egy Apollo modult javasolt, úgy, amit tradicionálisan gondolunk, és rájött arra, hogy ha a SpaceX ezt véghez viszi, akkor olyan piaci előnyhöz jut, ami nem létezik a világon. Ki tud versenyre szállni egy céggel, aki 100 embert juttat a Holdra bármelyik nap, ha kell? Töredékáron, mint bárki az előtt tette. Ezzel nem lehet. A holdutazás időtartama is változott a Apollo program óta? Átalakult. Én azt mondom, változott tulajdonképpen, de most másképp megyünk a Holdra, és ez is egy nagy különbség, ugye ezért nagyon fontos ez a Lunar Gateway program, na ebbe vesznek részt magyarok. Ugye a Lunar Gateway program keretében űrállomás, sőt, űrhajó épül Hold körüli pályán. Ugye a nemzetközi űrállomás élettartama a végéhez közeledik. Lunar Gateway lesz az az új központi állomás, ahol az emberiség a Hold körül fog újra dolgozni és élni, és innentől kezdve meg lehet azt tenni, hogy űrhajóval űrhajósokat küldünk a Gateway-re, és a Gateway-ről szállunk rá a Holdra. Sokkal egyszerűbb technológiailag, sokkal költséghatékonyabb, mint innen közvetlenül a Hold felszínére menni. És az, hogy Magyarország ebben a programban benne van, ez elképesztően fontos, és ez nagyon nagy részben köszönhető annak, hogy Magyarország az elmúlt időszakban jelentősen tudta növelni az Európai Űrügynökségben a befizetéseit és az összes programban való részesedését. Ez egy elképesztő fontos dolog számunkra, hiszen azért nyilván nagyon fontos a Nemzeti Űrprogram, nagyon sok fontosak ezek a dolgok, de tartoznunk kell egy nagyobb űrügynökséghez, nekünk is, hiszen valójában azok a gigaprogramok, mint egy Hold program. Igazán nagy dolgok ott történnek. Ott történik, és ha részesei akarunk lenni, akkor részesei kell legyünk. És nyilván nem a NASA-nak leszünk a részesei, meg azért valljuk be, nem is az orosz űrprogramnak leszünk a részesei, mi itt vagyunk Európában, és az Európai Űrügynökség nekünk az a kapu, amin keresztül be kell jutnunk. Ezt az utóbbi időszakban Magyarország nagyon jól fölismerte, és rendkívül sokat investált ide, és rengeteg is jött vissza, a magyar ipar ebből nagyon sokat profitál az utóbbi időszakban, és ennek például az egyik gyümölcse az, hogy a Lunar Gateway programban Magyarország egy alapvető rendszerben beszállítójává vált, egy nyílt pályázaton egyébként nyerni tudott az Európai Űrügynökségnek olyan nagy
gigacégekkel szemben, amelyek Európában amúgy piacvezetők, és mégis a magyar tudás le tudta győzni őket. A magyar űrhajós az amerikaiakkal, az első most ebben a szériában az amerikaiakkal repül, ugye? És aztán úgy volt, hogy a Roszkozmosz biztosítja a következő helyet, aztán azzal most nem tudjuk, hogy mi lesz. Ez egy lehetőségként fölmerült már, egyelőre még csak puhatolózás szinten nyilvánvalóan. Most ugye ezt persze senki nem tudja innentől kezdve megmondani, hogy hogyan lesz tovább. Ami biztos, hogy az első repülést azt az Axiom Space vállalat hajtja végre. Ugye őrőlük lehetett hallani, hiszen pont most űrtörténelmet írtak. Ez egy olyan vállalat, ami arra jött létre, hogy szolgáltatásként a nemzetközi űrállomás elérhetőségét biztosítsa. Alapvetően kutató űrhajósoknak, de akár űrturistáknak is. És ugye mit csinál? Ő kifizeti a jegyet a SpaceX-nek, kifizeti a fönntartózkodás költségét a NASA-nak, segít a felkészítésben az űrhajósnak, mindenben támogat, tehát egy komplex szolgáltatás. Pontosan egy űrutazási iroda, csak ugye ne keverjük össze azzal, hogy nem űrturistáknak, hanem a nemzetközi űrállomásnak kiképzett kutató űrhajósokat biztosít, és ez a nagyon-nagyon nagy különbség, hogy annak idején, ugye, meg hát eddig is alapvetően azt láttuk, hogy a különböző a nemzetközi űrállomás működtetésében résztvevő űrügynökségek űrhajósai juthattak föl. Most ezáltal lehetőség nyílik az egy kisebb nemzeteknek saját nemzeti űrhajós programot indítani, és nemzeti hatáskörben kutató űrhajós. Ebbe csatlakoztunk mi. Ebbe csatlakoztunk be, és megcsinálta az Axiom Space az első repülését, talán tegnap előtt vagy van, néhány napja érték el a nemzetközi űrállomás sikerrel, és űrtörténelmet írtak az első kereskedelmi személyzettel ellátott űrhajó dokkolt a nemzetközi űrállomáshoz. Azt hiszem, hogy egy olyan lépést láttunk lezárni a szemünk előtt, ami innentől kezdve megint csak megváltoztatja azt, amit a világ űrről gondolunk. Tudod, mi a jó, Balázs? Elkezdtük az űrháborúval. Azzal, hogy milyen fegyvereket fejlesztenek, meg hogy mire képesek, meg hogy sokkal többet látnak, mint gondolnánk, és sokkal többet csinálnak, mint amiről tudunk. És közben eljutottunk oda, hogy a végén arról beszélünk, hogy az emberiség mire képes már az űrben, és pár éven belül miket fog csinálni. És azért ez ad hitet. Hogy a másik oldalon, miközben az őrület tombol az egyik oldalon, a másik oldalon meg ilyenek vannak. És ez, azt gondolom, hogy ez legyőzi az őrületet. A világűr felfedezésében egyetlen egy kulcsmondat van, amit nem lehet félretenni, ez csak együtt megy. A világűrben nem számít, hogy én orosz vagyok, vagy amerikai, vagy magyar. Együtt vagyunk egy űrállomáson, aminek a fala egy vékony alumínium burkolat, amögött a semmi van, és ha az kilukad, akkor én rád vagyok utalva, meg a másikra, meg a harmadikra, mert én nem tudom az űrhajót vezetni, de ő igen. Ő nem tudja megszerelni a burkolatot, de én igen. Ez ebben a különleges, hogy ott vagy együtt dolgozunk, vagy mind elbukunk. Ez egy ókori görög filozófiai csend, amit ez biztosít a harci zajban. Ez így van. Zábori Balázs, köszönöm szépen. Egy élmény volt veled találkozni. Én is köszönöm a meghívást. Műsorban. És remélem, hogy lesz még alkalmunk sokat beszélgetni, mert fontos dolgokat hoztál ide nekünk. Köszönöm a figyelmüket, remélem pont úgy érezték magukat, mint én, és akkor egy lebilincselő közel egy órán vagyunk túl. Köszönöm, egy hét múlva várom Önöket újra, viszontlátásra!